szép ünnepet kíván a kedves adásnásaim 2014. április 19-én Valószország fővárosában Szigetúra 41 perckor jelentem, perceken belül eléri Salgótalján egy mutatom neked a felhőket, már pár szóról kaptunk bejelentést. Pár perccel ezelőtt ott heves jégesővel, villámlással, de itt is már megdörrent az ég volt. Tehát úgy néz ki, hogy perceken belül egy ilyen lokális, kisebb lokális zivatar el fog minket érni. Ez most jelen pillanatban a helyzet, a felhőkép. A légnyomás 1020 hektopaszkál, a páratartalom 72,6. A hőmérséklet viszont nagyon érdekes, mert váltakozik, mint a hullámvasút. 16 és 22 fok között. Viszont erős, viharos, téli szél fúj. Tehát ebből az irányból, tél irányából erős, viharos, déli szél fúj. Én nem tudom, de valószínűleg tartható, hogy az, amit ott látok, a Supercell-a? A kedves adászok, gyakorlatilag, ha más esemény nem lesz, 2014. április 19-én napszombat délutánján ezek el a felvételeket, köszönetel tőletek Salgótaljánból. Tehát jelentem 2014. április 19-én 15 óra 39 perckor tiszteletét és bemutatkozását tette Zeus itt Palotország fővárosában. Áldott szép ünnepeket kívánok és szép napot, jó egészséget mindenkinek, sziasztok! Jó a kedves adásztársaim, ezt a jelentést meg sem hagytam abba. Mégis csak van folytatása, 16 óra 42 perc van, április 19-a húsvét megszombatja. Azért beszélek ilyen halkan, mert Isten kapujának, Isten kapujában vagyok, és éppen megbezélte minket. Halljátok a dörgés, halljátok a zöld szavát. Tehát innen észak-nyugat felé jön. Itt jelenleg már egy felhőszakadáson túl vagyunk. Na, el tudtunk kapni egy villámot is. El tudtunk kapni egy villámot is. A kedves vadásztársaim! Ez a nagy helyzet, hogy Palotország fővárosában. Ez a dörög. Tehát ez a nagy helyzet, hogy Palotország fővárosában. Hát amit most mutatok nektek, ez az éjszak keleti irány, ez most az aktív. Innen jön a vihar. Április 19-én, tehát elkényelhetjük, hogy a szezonban 2015. április 19-én megérkezett Zeus. Áldott szép mindenkedet kívánok, most ezzel várom szöveimet, most kezdett el a jégesző esni. Sziasztok! Kedves vadászok, harmadszorra is folytatom a jelentésemet. Nézzétek meg Karószországban, egy újabb zivatar, nagy erejű zivatarzóna ér el minket. Tehát észak-nyugati irányból. Nézzétek meg! Ez 17 óra 7 perckor is Karószország fővárosában. Egyre erősödik a tél.
és nézzétek meg ezt a hatalmas felhő tömböt, ami dél-kelet felé húzódik, tehát észak-nyugatról dél-kelet felé húzódik. Tehát ha lesz még mára valamilyen említése méltó, akkor be fogok jelentkezni. A további szép napot. Hát most 17 óra 8 perccel ezekkel a két sorokkal köszönök el tőletek, illetve fejezem be. Kedves adás felszólni, az a negyedik jelentkezésem. Jelentem 17 óra 27 perckor. Nagyjából elvonult a vihar, de még mindig eléggé átjátok a felhőzeten. Volt egy kis zimzum, egy kis felhőszakadás, egy kis jégkristály. Belőző anyagban látjátok is. Kedves vadásztársaim, viszont 2014. április 19-én húsvét nagyszombatjának délutánján 17 óra 25 perckor ezekkel a képsorokkal végleg elköszönök most már tőletek. Kívánva áldott szép ünnepeket, mindenkinek jó egészséget, sziasztok!